sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Geek Kocsma blog sorozatában, ugye az 1-9 Geek életében. És hát igen, megint elnézést kell kérjek, hogy nem tudtam elkészíteni azt a 1-6-os rendőrségi figura kicsomagoló videót, de ahogy mondtam, amikor legutoljára találkoztunk, ugye majdnem már ugye 2 hete volt, ugye? Vagy már lehet már volt is 2 hete, hogy festés volt nálam, kifestettük mögöttem a falat, látszik, hogy szép fehér. Nem is a része itt mögöttem, mindegy. Lényeg az, hogy ki lett festve, új plakátok is lesznek rá, legalábbis része új lesz, de egy-két régit, ami még jó állapotban, azt visszarakok majd. Meg új, ráadásul nem sokára jön új ágy is, aztán pedig egy új figurapolc is lesz, egy kisebb figurapolc már, ami ott elfér ott a szélén. És gyakorlatilag ugye ezek megszervezése meg minden elvett minden időmet, de gondoltam most legyen egy ilyen kis bemutató videó, ahol egyébként 2 akciófigurát fogok bemutatni, ilyen előbemutatás, tehát ilyen preview bemutatás lesz gyakorlatilag, amit majd később rendesen ki fogok csomagolni, amikor végre több időm lesz. Most csak egy ilyen kis blogot összetudtam hozni, most is már 4:60, egy órára értem haza a melóból, épp kajáltam, és akkor gondoltam, leülök a kamerára, és akkor csinálok egy ilyen kis videót. Na, de itt van az Éjkirály, tehát a Game of Thrones-ból az Éjkirálynak a figurája, ugye ez a McFarlane Toys-nak az új figurasorozata. Ezt egyébként nem titok, ezt a Galaxy játékározva vásároltam. Én már így is meg vagyok fel elégedve, természetesen kiles csomagolva van nagyon szép Game of Thrones feliratos talpazata, meg jó kis kiegészítők vannak hozzá, tehát ezt mindenféleképpen ki fogom csomagolni, ezt nem hagyjuk úgymond a műanyag börtönben. Tehát ezt nem fogjuk hagyni a műanyag börtönben, ezt kiszedjük, ez a figura az arra született, hogy ki legyen úgymond a gyűjtőknek a polcán vagy stb. Helyén. Itt van a Éjkirály, remélem jól látszik. Nagyon jó rész egyébként, tehát olyan, mint egy drágább prémium figura lenne. Már az arca, vagy minden 1-6-os figurának is elmenne. Nagyon szép a kialakítása. És itt van a hátulján, hogy milyenek vannak. Még hát ugye itt van ugye az élőholt Viserion, ugye az is nagyon jól néz ki. Van ugye a Arya Stark, ugye az Éjkirály, ugye Daenerys Targaryen és Jon Snow. Ugye a Havas Johnnak a figuráját lehet ebben a sorozatban megvásárolni. Hát nekem ugye az Éjkirályt vettem meg. Nekem szerintem ő nézett ki a legjobban, meg engem ő érdekelt igazából csak. Még esetleg az élőholt sárkányon gondolkodok, hát majd meglátjuk. Azon még gondolkodok, mert nincs rossz szára, egyébként 15 rongya nincs rossz szára. Egyébként ez 10 rongy volt, 10.000 forint volt ez a figura. Szerintem teljesen korrekt az ára. eBay-en nézegettem, ott már volt olyan 7-8-9.000 forint, és viszont csak amerikai eladóknál láttam főleg. És onnan azért már ezt már azért megvámolnák, meg mit tudom én, rátennék a áfát is, vagy legalább az egyiket, úgy már nem érné meg, úgyhogy ez inkább maradt a magyarországi megvásárlásánál. Támogassuk ugye a hazai figurapiacot is, néha azt is kell. Szóval még egyszer mutatom, úgyhogy nem, ezzel nem, ezt megvettem itt, az kész, meg, 2 nap alatt megjött, nem kell killódni. Ezeket itt, amik ilyen 20-30.000 forint alatt vannak, azokat Magyarországon megveszem, azokkal nem kilódok külföldi vásárlásra, csak a drágábbakkal szoktam esetleg, hogyha van európai eladónál természetesen. Csak is kizárólag európai eladótól. Ugye ami az Unióban van, ugye nincs vám meg egyéb költség. Szóval jól néz ki ez is. Ez is ki lesz csomagolva, rendesen ígérem. Hát sajnálom, most csak ilyen dobozos bemutató van, de most mondom, erre van idő, de legalább van valamilyen videó. És akkor még egy valami, amit én beszereztem. Megmondom őszintén, nekem nagyon sokan ismerősöm, aki szeret a G.I. Joe-t és gyűjti a G.I. Joe figurákat, és annyit látok ilyet, meg annyit látok róla beszélni másokat, hogy egyszerűen nem bírtam magammal, és beszereztem életem, hát nem a első, mert nekem gyerekkoromban volt egy-két G.I. Joe, meg Kobrám is, meg járművem is, csak azokat eladtam, mert akkor még annyira nem az a figuravilág érdekelt, de ezt már másik ugye vlogban, vagy podcastben már említettem is, azt hiszem több helyen. De mindegy, beszereztem egy G.I. Joe Rise of Cobra, tehát ez a 2009-es Channing Tatum féle filmből van, ugye a Cobra parancsnoknak a figurája, de megmondom őszintén, nekem egyedül ez tetszett, aki úgymond kinézett valahogy, mert az összes többi szereplő, hát nem tudom, én ugye nem voltam akkor a G.I. Joe fan, bár a rajzfilmet meg a sorozatot láttam gyerekkoromban, megmondom, volt egy-két járművem, meg figurám is, Cobráktól, meg ugye G.I. Joe-któl is, de a többi szereplő az olyan, hát inkább hagyjuk, úgyhogy, de ez a Kobra parancsnok, ez jól nézett ki. Tehát ez szerintem ez fasza, úgyhogy beszereztem egy ilyen Kobra parancsnokot, tehát úgymond nem az első G.I. Joe figurám, de hosszú idő után az első, úgymond már a modernebb szériákból. Nekem tetszik, megmondom őszintén, van hozzá egy ilyen Kobra, ugye 2 fajta fegyver, és mindent szerintem tök jól néz ki, ez 3,75 incses figura. Itt a hátulja is, itt a többi szereplő. Hát még hogy az sólyom szem, ugye az még azért néz ki valahogy, de a többi az, hát nem tudom. Nem tudom, az nekem valahogy nem fekszik. Még az a Ice Viper, ez még, hát,
mondjuk azt, hogy ez még elmegy, de ez a Kobra parancsnok, ez tényleg jól nézett ki. Ez a filmben is tetszett nekem egyébként, már nem túl sokat szerepelt. Megfelelően az a Jégkirálya, meg pedig a házbrós, a Kobra parancsnokkal búcsúzok tőletek. Ők azért szerintem jól néznek ki, tehát én mind a kettőnek nagyon örülök, tehát 11.000 forintért gyakorlatilag kaptam két kalasz figurát, ugye ő volt 10, meg ugye 1000 forint, de ő aztán olyan olcsó volt, de ő is megérte nekem, tehát szerintem teljesen reális az ára. Azért mégiscsak ugye a Game of Thrones az már nagy márka lett az utóbbi években. Na jól van, akkor tőlük búcsúzok tőletek. Nem jól látszik így. Aha, kb. Így jó. Na, jól van, minden jó is, majd bemutatom őket részletesen, nem most ez, nem az a lényeg. És akkor további minden jót kívánok nektek tényleg. Ciao.